Tisztelet a bátraknak! Geszteréden rendezték meg a március 15-i központi vármegyei ünnepséget. Közeleg a határidő, jövő hét hétfőig fizethetik be a helyi adók első fél évi tételeit a nyíregyházi vállalkozók és magánszemélyek. Modern és régi találkozása, új épületszárnyal gazdagodik a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. A hagyományokhoz híven országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi településén megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A március 15-i vármegyei központi ünnepséget ebben az évben Geszteréden tartották. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, a márciusi ifjak szellemisége példaként kell, hogy szolgáljon a mai élők számára is. Áldott-e föld, és áldott-e szó, édes hazám! Diákok ünnepi műsora Geszteréden. A településen a vármegyei önkormányzattal közösen emlékeztek az 1848-as 49-es szabadságharc és forradalom hőseire, eseményeire. Március 15-én mindig is a bátorságról és az elszántságról szólt. Ezen a napon emlékezünk azokra, akik álmodtak egy szabad és független Magyarországról, és akik bátorságukkal, az elszántságukkal megalkották ezt az álmot. A vármegyei önkormányzat 2006-ban indította azt a kezdeményezést, hogy a vármegyeháza falain kívül közösségekkel együtt emlékezzenek a szabadságharc hőseire. Az elmúlt évben fejeződött be a geszteréti aranyszabja rekonstrukciójának a akciója közösségi összefogással, és hát talán ezért irányult most különösképpen a figyelem Geszterédre, hiszen egy honfoglaláskori aranyszabját találtak itt régészek a 20-as években, és ennek a helyi összefogásnak az eredményeképpen megvalósult a rekonstrukciója. Elosztuk magunkkal az aranyszabját is, hogy a geszterédiek, akik esetleg még nem látták, kevés lehet ilyen, újra megcsodálhatsák, vagy láthassák ezt a fantasztikus ötös munkát. És az ötös munka azt üzeni számunkra, a geszterédiek számára, a vármegyeiek számára, hogy az a szabadságvágy, az a fiatalság, az összefogás, ami 48 hőseit jellemezte, az újabb 1000 évig is itt lesz közöttünk, hiszen a geszteridi aranyszabja az őseink üzenetét hordozza számunkra több mint 1000 év messzeségéből. 1848. március 15-e a történelem olyan mozzanata, amely évről évre egyre erősebb és érvényesebb tanulságot tartogat, mondta Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, 176 éve a magyarság nem akart mást, csak hogy dönthessen saját sorsáról. Akkor honvédként kellett helytállni, most pedig a munkás hétköznapokban kell Magyarországot, a magyar nemzetet építeni, de viszont a birodalmak most is ránk akarnak telepedni, keletről is, nyugatról is. Akkor marad szabad és független Magyarország, hogyha ezen törekvéseknek ellen tudunk állni. Erről szól 1848. március 15 üzenete. Az ünnepség díszvendége Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára volt. A politikus szerint a magyarság önazonosságának legmeghatározóbb ünnepe március 15-e. A kérdés akkor is az volt, ami ma. Hogyan tudjuk a kultúránkat, identitásunkat megmenteni, és egy olyan Európában, világban gyarapodni, ahol a globális gazdaság, a nagypolitikai érdekek feljebb valónak mutatkoznak a nemzet megmaradása fölött. Ma újra Európa történelme különösen érzékeny. A jövő meghatározó időszakát éljük. Józan fejjel, felelős döntéssel kell azon az úton maradnunk, amiért harcba mentek a 48-as márciusának hősei. Március 15-e a magyar sajtó napja is egyben. A vármegyei közgyűlés minden évben ezen a napon bronz emlékérmet ad át. A közvélemény hiteles tájékoztatása terén végzett tevékenységéért idén a vármegyei sajtódíjat Tarci Gyula vehette át. Az esemény végén katonai tiszteletadással megkoszorúzták a település főterén álló Kossuth szobrot.
Már csak néhány napjuk maradt a nyíregyházi magánszemélyeknek és vállalkozóknak arra, hogy befizessék a helyi adók első fél évi tételeit. A határidő hétfő éjfél. Fontos tudnivaló, hogy a tavalyi évhez képest megváltozott az önkormányzat számlaszáma, így ezt lehetőleg minden érintett ellenőrizze le a korábban már kiküldött értesítőkön. Az előző év végén újították fel a Szent Miklós teret Nyíregyháza belvárosában, újra burkolták a területet, új padokat és hulladékgyűjtő szelencéket helyeztek ki. A fejlesztést a város önkormányzata saját forrásból, többek között a korábban begyűjtött adóbevételek fennmaradt összegéből valósította meg. Most újra befizetési kötelezettségük van az adózóknak, az építményadó és a helyi iparűzési adó előleg első fél évre esedékes összegét kell megtéríteni. Erre már csak néhány napja maradt az egyéni és társas vállalkozásoknak, valamint a magánszemélyeknek. Március 18-áig kell idén befizetni az első fél éves helyi adókat, azért, mert hogy a nemzeti ünnepet követő hosszú hétvége az az első hivatali munkanap, amely az adóbefizetési határidőt érinti. Hogy mely adókat érinti, ez elsősorban ebben az évben is a helyi iparűzési adóelőleget, illetve az építményadót, annak az első féléves részletét jelenti, és természetesen értesítettük az adózókat azokról az esetleges elmaradásokról, amelyek az adószámláin fennállnak, így hát ez akár még több adónemet is érinthet abban az esetben, hogyha az ügyfélnek tartozása van. Ez lehet akár idegenforgalmi adó, akár talajterhelési díj, akár késedelmi pótlék vagy mulasztási bírság is. Az önkormányzat egészen pontosan 11.505 darab értesítőt küldött ki az elmúlt hetekben, ezt főként az idei évben érdemes alaposan megnézni, azon ugyanis már nem a tavalyi számlaszám szerepel. Megváltozott január 1-től az önkormányzat számla vezető pénzintézete, és ennek megfelelően megváltoztak a helyi adó befizetésére szolgáló számlaszámok. Ezek a számlaszámok a napokban kiküldött értesítőkben már szerepelnek, tehát itt megtalálják az adózóink, de megtalálják a honlapunkon is, a városháza.nyiregyháza.hu weboldalon. Rögtön a főoldalon ezek az új befizetési számlaszámok megtalálhatóak. Ez azért is érdekes, mert ugye ha valaki véletlenül rutinból fizet, és a régen beállított régi pénzintézethez utalja el ezt az összeget, akkor ez vissza fog fordulni számára, és az adó nem határidőben fizetettnek minősül. Az aljegyző hozzátette, aki nem téríti meg időben a tételeket, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, ami a jegybanki alapkamat kétszerese. Többszöri felszólítás esetében pedig végrehajtás útján szedik be a kötelezően befizetendő helyi adókat. Tantermek, étkező és szolgálati lakások is helyet kapnak a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium új épület szárnyában. A főépülethez liftet építettek, az alaksorban pedig közösségi teret hoztak létre. Az intézményben szennyvízberuházás is zajlik. A tanítást nem akadályozó munkálatok április végéig tartanak az iskolában. Építőanyagok sorakoznak a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium udvarán. Az intézmény új épületrésszel gazdagodik a közeljövőben, de nemrégiben a műemléki szárnyban is végeztek fejlesztéseket. A múlt nyár végén elkezdődött egy régi szolgálati lakásnak a lebontása, és ezzel elkezdődött egy új épületszárny, a D épületszárnynak a megépítése. Ennek a befejezése most nyárra várható, és szeretnénk, hogyha szeptemberre két tanterem és egy étkező szolgálná az iskolát. Ezen kívül lesz egy konyha és három szolgálati lakás ehhez az épülethez, de ehhez a beruházáshoz kapcsolódik még egy külső liftnek a megépítése, ez készen is van, hiszen az intézményben lesznek mozgássérült kerekesszékes gyermekek. Ennek várjuk a liftnek az engedélyezését, hogy használatba vegyük. A gimnáziumot több mint 200 éve alapították, az iskola főépületét 1888-ban avatták fel, de mai formáját 1905-ben nyerte el Alpár Ignác terveinek köszönhetően. A több mint 100 éves falak között a diákok számára modern közösségi teret és büfét is kialakítanak itt az alaksorban lévő helyiségekben. Az építkezésen és átalakításon kívül szennyvízberuházásra is szükség van a gimnáziumban.
Ez egy elhúzódó beruházás volt, ugyanis ugye ez egy régi épület, több mint 100 éves, itt van egy hatalmas nagy szennyvíz kivezető a Szent István utcára, ezt meg kell szüntetni, és gyakorlatilag itt lesz az udvaron keresztül az iskola közben egy kivezetés ennek. A fejlesztéseket egyházi támogatásból és önerőből finanszírozza az intézmény. A Beregi Múzeum gyűjteményéből válogatott képekkel várják a múzeum kedvelőket Vásárosnaményban. A fotótárlat bemutatja a paraszt élet udvarát, építészetét és életét. A fotók a Beregi Múzeum gyűjteményéből valók, témájuk pedig a népi építészet. Az időszaki kiállítást Pál István etnográfus, a Sóstói Múzeumfalu címzetes igazgatója nyitotta meg, aki a Sóstói Múzeumfalu egykori munkálatainak pillanataiba is beavatta a jelenlévőket. Az épületeket nézve egy elmés megoldásnak köszönhetően a lakókkal is megismerkedhetünk a képek között sétálva. A kiállítás hely hiányában nem tárja a látogató elé a múzeum teljes fotóarchívumát, de kiválóan szemlélteti a paraszti élet hangulatát és kihívásait. A paraszti életnek rendje volt. Mindennek helye volt, és mindennek szerepe volt. Nem voltak igazából sallangok. Ugyanúgy meg tudták ülni az ünnepeket, mint ahogy tudták, hogy a hétköznapokban mi az, ami fontos. És ez nem volt se, úgymond a mai szóval túltolva, hanem egyszerűen amire szükség volt, annak megvolt a helye, és megvolt a rendje is. És azért mondom, a paraszti tudásnak talán ez a legfontosabb értéke, hogy értékén és helyén kezelték a dolgokat, nem tulajdonítottak semminek túlzott jelentőséget, de amire szükség volt, annak megvolt a helye és megvolt a szerepe, akár a család életében, akár a közösség életében is, és ezt a tudást ezért mondom, hogy nagyon fontos lenne nekünk őrizni és átadni, mert sokszor a mai világban egy kicsit eltolódnak már a dolgok a jelentéktelen felé, és jó lenne odafigyelni arra is, ami fontos. A képek az 1960-as évektől kezdve folyamatosan készültek. Nem csak lakóházakat, gazdasági épületeket, kapukat örökítettek meg, hanem mindent, ami néprajzi szempontból fontossággal bírt. A képeken látható házak már többnyire nem fellelhetőek. A legkorábbi időszakban a patics fal volt itt az a fajta technika, illetve az az alapanyag, lényegében, amelyik a házaknak a falazatát adta. Tehát a paticsról annyit kell tudni, hogy ez tulajdonképpen egy sövény fonatos ház, egy falazat, amit ugye betapasztottak sárral. Ennek volt egy olyan előnye, hogy a területünkön rendszeresen előforduló árvizek kimosták ugye magát a földet, a sarat, és utána ezt újra lehetett tapasztani, tehát maga a váz az megmaradt, és a későbbi időszak az 1800-as évek második felétől, a század végétől már mindenképpen a vályog volt a legfontosabb építőanyag. Na most ezzel viszont tulajdonképpen szembesülni kellett azzal a lakóknak, a házépítőknek, hogy ezt viszont vitte a víz. A kiállítást Pál István etnográfus nyitotta meg, aki beavatta a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu egykori munkálatainak pillanataiba is. Ha a beregi népépítkezést tekintjük, annak a gyökere jóval korábbra nyúlik vissza, és jóval tovább megmarad, mint az ország más területén, hiszen itt az országnak a Trianon utáni elszakított részeivel kapcsolata megszűnt, tehát egy új viszonylatrendszert kellett kialakítaniuk, és az emberek úgy is lehet mondani, hogy elszegényedtek. Tehát az ország belsejéből, az ország peremére került ez a vidék, és éppen ez a folklórban is megmaradt, hogy tovább fennmaradtak azok az alkalmak, azok a közös munkák, azok a kalákák, azok a mesélések, amelyek megőrizték a szóbeli hagyományokat. A Beregi Múzeumban még jó ideig várják a népi építészet kedvelőit a kiállítás megtekintésére. Négyes karambol történt csütörtök reggel a 4-es számú főúton Kőlaposnál. Az egyik gépjármű nem tartotta a kellő távolságot a reggeli csúcsforgalomban, neki ütközött az előtte forgalmi okokból lassító személyautónak. A baleset következtében az okozó 3 gépkocsinak is neki ütközött. Egy személyt helyszíni ellátás után kórházba szállítottak, az anyagi kár több millió forintos nagyságrendű. A rendőrök vizsgálják a baleset okát és annak körülményeit.
Ebben a hónapban zárul a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének Értékes Napok elnevezésű projektje, melynek keretében hangos könyv készült Nyíregyháza értékeiről. A projekt célja, hogy közelebb hozzák a városi értékeket a látássérültek számára. A CD, amely a Nyíregyháza értékei hallhatóak. A projekt célja, hogy ezeket a látássérült emberek számára is közelebb hozzák. Nyíregyháza város települési értékjegyzikét 2023. december 31-i állapotnak megfelelően hangoskönyv formájába ültették, melyet az Egyesület hangstúdiójában rögzítettek Babolcsi Andrea és dr. Csiki Nándor felolvasásával. Ezeknek az értékeknek a mentén 6 közösségi programot valósítottunk meg, ahol a látássérültek megismerték a tirpák népi kultúrát, a tirpák népi építészetet és gasztronómiát, a sóstói erdőt, jártunk Nyíregyháza megyei levéltárába, ahol a Nyíregyháza város keletkezési iratait néztük meg, voltunk még a tűzoltóságnál, és nagyon-nagyon sok értékes gondolattal gazdagodtunk. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság elnöke elmondta, bíznak benne, hogy ezáltal is tudják szélesíteni azt a kört, amire oly büszkék, és át tudják plántálni a küldetéstudatot olyanokba is, akik eddig még nem találkozták a vármegyei értékekkel. Mi is szeretnénk azt a közeljövőben, hogy a vármegyei értékek azok eljussanak mindenkihez, és ebbe is partnerként számítunk rájuk, és szeretnénk egy olyan kiadványt, vagy egy olyan hangoskönyvet készíteni, ahol a vármegyei értékek, minden vármegyei érték meg tud jelenni, és ezáltal is elérhetővé válik mindenki számára, mert úgy gondoljuk, hogy az értékek azok közösek, és ráadásul az értékek népszerűsítésébe nekünk mindenki partner, aki szeretne ebbe a küldetésbe részt venni. Hogy a hangoskönyv minél szélesebb körben elérhetővé váljon, hamarosan feltöltik azt a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének weboldalára, valamint a legnépszerűbb videó megosztó oldalra is. Nagy örömmel kaptam meg a megkeresést Nemes Nagy Tündétől, a Vakok és Gyengénlátók szervezetétől, hogy egy hangos könyvet készítenek a nyíregyházi értékekről. Ugye ezek az értékek megtalálhatóak a nyiregyhaza.hu/értéktár oldalon. Mindenki számára hozzáférhető és letölthető és használható az értékeknek a rövid 18-20 soros ismertetője, kivonata, és ezeket használták fel a hangos könyv elkészítéséhez, önkéntes felolvasók olvasták fel, és örömmel tapasztaljuk, hogy erre van igény, és hogy a könyvtárunk is fog kapni egy példányt ebből a hangos könyvből. A helyi szállak közösségi alapítvány 300 ezer forint támogatást adott erre a programra, mely összeg javában magánadományokból állt össze. A sajtótájékoztatón az alapítvány kuratóriumának tagja Fekete Éva elmondta, óriási öröm támogatni egy ilyen nem csak nevében értékes projektet. Idegenben győzött az amatőr NB1 fehér csoportjának legutóbbi fordulójában a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese Budapesten a Szent Pál Akadémia otthonában nyert 66-56-ra. A tabella harmadik helyén álló NKS a jövő hétvégén Baján zárja az alapszakaszt. A nyíregyházi csapat a minimális célkitűzést, a 6 közé kerülést már teljesítve lépett pályára a Szent Pál Akadémia együttes ellen, amely viszont még küzd a 6-ba jutásért. Az első negyedben jól dobtak a vendégek, így 9 ponttal vezettek 10 perc játék után. A második negyed döntetlenre végződött, majd fordulás után 7 pontot lefaragott hátrányából a házigazda. A záró játék részben azonban ismét beleerősített az NKS, így végül kevés pontos mérkőzésen magabiztos győzelmet aratott Farkasinszky Gyuláné együttese. Mi felmentünk úgy, hogy játszunk lazán, jól el vagyunk magunknak, és ugye a negatív dolog az volt benne, hogy egy este 8 órás mérkőzés volt. Előtte lévő héten is 8 órától játszottunk volna, mert ugye az egyetemistáink azok elmentek síelni, ezért kéntek voltunk egy olyan időpontot kérni, ami a Szent Pál megadott, és ugye este 8 órát adott meg. Hát ez nem egy optimális mérkőzés időpont, de lehet, hogy Pesten sokat játszanak ilyen időpontban, de nekünk ez nem igazán. És valóban a maga mérkőzés is egy ilyen kicsikét álmos volt, kicsikét úgy nem pörögtünk, sok volt benne a hiba. És amikor az Orsi a pályára ment,
akkor rögtön beálltak egy 2-3-as zónába. Na most ugye a 2-3-as zónát azt meg kell próbálni kidobni, maga a Gyuri viszont nem nagyon szerette ezeket a kinti dobásokat, vagy mi dobtunk pontatlanul, tehát a kettő közül valamelyik volt. És így azért húzódott lassan, ilyen álmosan, túl nagy pörgés, túl nagy agresszivitás nem volt a mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem, mert pont gazdag a mérkőzés, de tényleg mindenki szerintem az este 8 órát azt maximálisan érezte. Az elmúlt hónapok sűrű programja után ezen a hétvégén egy kis pihenőt tud adni a felnőtt csapat játékosainak a szakmai igazgató. Maximálisan ránk fél, próbáltuk is ugye ezt a mostani hétvégét szabaddá tenni, hogy akár a junior, akár az NB1-es csapatunk tagjai azok kipihenhessék magukat. Hát hál' Istennek nekik az összei sörben nincs mérkőzés, de a Zsós iróniája, hogy nekem viszont benne van egy U12, és így mi elmegyünk még szombaton Hajdúböszörménybe, de a többieknek azoknak jó, pihenhetnek, jó, ráadásul azért is, mert a következő héten már Bajára utazunk, ami nem a szomszédban van, és innentől kezdve ugye várjuk, hogy a csoportkörben hogy végeznek a többiek, és a piros csoportban is miként alakulnak a dolgok, de pont azt nézzük, hogy ugye, milyen a mi szerencsénk, hogy valószínűleg Sopronba fogunk menni, és a Sopron jön hozzá, hogy ez majd megint nem egy kis távolság lesz, de hát ilyen az élet, próbálunk alkalmazkodni hozzá. Az a lényeg, hogy most azért tényleg mindenki egy rövidet fog tudni pihenni. Az amatőr NB egy fehér csoportjának tabelláját a Zsíros Akadémia Kőbánya vezeti 12 győzelemmel és 3 vereséggel. A második Zalaegerszeg és a harmadik Nyíregyházi Kosársuli 5 vereség mellett 10 alkalommal győzött az eddigi 15 mérkőzésen. Kedves nézőink, híradunk végén jöjjenek főpíreink, még egyszer röviden. Vármegye szerte megemlékeztek az 1848-as, 49-es forradalomról és szabadságharcról. A március 15-i vármegyei központi ünnepséget ezúttal ebben az évben Geszteréden tartották. Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, a márciusi ifjak szellemisége példaként kell, hogy szolgáljon a mai élők számára is. A nemzeti ünnep miatt 3 nappal meghosszabbodik a határidő, így jövő hét hétfő éjfélig fizethetik be a helyi adókat Nyíregyházán a vállalkozások és a magánszemélyek. Fontos tudnivaló, hogy a tavalyi évhez képest megváltozott az önkormányzat számlaszáma, így azt minden érintettnek érdemes leellenőriznie a korábban már kiküldött értesítőkön. Új épületszárnyal gazdagodik a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az új részben 2 tantermet, 1 konyhát és ahhoz tartozó étkezőt, valamint szolgálati lakásokat alakítanak ki. Az iskolában nemrégiben egy új liftet is építettek, és felújították a műemléki épület alaksorát is, ami modern közösségi térnek és büfének ad majd helyet. Ennyi fért a mai híradónkba, önök március 14-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral majd nemzeti ünnepünk napján is jelentkezünk. És várjon önöket a weboldalunk, hogyha lenne olyan tudósítás, amelyről lemaradtak volna, de szeretnék újra megtekinteni, akkor arra van lehetőség. Én már a munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, töltsék kellemesen a hosszú hétvégét. Viszontlátásra! Pénteken mérsékelt légmozgás mellett változóan felhős időre van kilátás. Délutántól az ország középső és keleti térsége felett már egyre több felhő zavarja a napsütést, csapadék azonban nem valószínű. A várható legmagasabb hőmérséklet 12 és 14 fok között valószínű.